A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és ma is bölcsen igazgat mindent. Ámen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön. Fennállva az első Zsoltár első versét énekeljük. Az első Zsoltár így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. El a helyünket, és énekeljük tovább a 487. dicséret első 4 versét. Az első éneklése után kérem szépen, hogy a gyerekek a gyermekisten tiszteleti csoportjainkba menjetek át. A 487. énekünk így kezdődik: magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. Amen.
Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található János evangéliumának 12. részében, a 12. verstől a 19. versig terjedő igeszakaszban. Amíg Istennek igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el a helyét. János evangéliumának 12. részében, a 12. verstől a 19. versig így szól Istennek igéje hozzánk. Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött, halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jött, pálmaágakat vettek, kimentek elé, és ezt kiáltották. Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izraelnek ama királya. Talált pedig Jézus egy szamarat, felült arra, amint megvan írva, ne félj Sionnak lánya, íme a te királyod jön, szamárnak vemhén ülve. Ezeket pedig nem értették eleint az ő tanítványai, hanem amikor megdicsőítetett Jézus, akkor emlékeztek vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket művelték ő vele. A sokasság azért, amely ő vele volt, amikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tett. Azért is ment ő elébe a sokasság, mivel hallotta, hogy ezt a csodát művelte. Mondának azért a farizeusok egymás között, látjátok-e, hogy semmit sem értek, íme mind e világ ő utána megy. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy ne csupán csak meghalljuk, hanem meg is értsük és szívünkbe fogadjuk azt. Gyertek, ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Urunk, a te igédet, amely hisszük, hogy lélek és élet, és valóban teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy megeleveníteti a mi életünket, lelkünket. Köszönjük, hogy mindennapi kenyér lehet számunkra. Bocsáss meg, hogy sokszor nem keressük a te igédet, a te utaidat, Urunk, hanem próbálunk először emberi segítségekhez folyamodni. Köszönjük, hogy te mégis utánunk jössz, átölelsz bennünket szereteteddel, jelenléteddel és békességedet adott nekünk. Köszönjük, hogy most is itt állhatunk előtted. Látod, hogy ki honnan jött, milyen helyzetből, életkörülményből, milyen családi otthonokból, ki az közöttünk, aki a magányát, a gyászát hozta, a kérdéseit, vagy éppen a túlcsorduló háláját, örömét hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki ismered a lelkünket, és megkeresel bennünket, és olyan vagy számunkra, drága Urunk, mint a jó pásztor. Utánunk jössz, és megkeresed életünket, lelkünket. Segíts, hogy mi olyan bárányaid lehessünk, akik mindig hallgatunk a te szavadra. Meghalljuk azt, és amit mondasz, a szerint élünk. Kérünk, hogy drága lelked által legyél jelen közöttünk, és valóban add, hogy ne csak meghalljuk a te igédet, hanem szívünkbe is fogadjuk azt. Amen. Kedves gyülekezet, az az ige, amely alapján szólni kívánok közöttetek, Isten szent lelkének a segítségül hívásával a mai vasárnapi Isten tiszteletünkön. Írva található az előbb felolvasott ige szakasz folytatásában, János evangéliumának 20. fejezetében, a 20. verstől a 22. versig terjedő részben a következőképpen. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsajdából való Filephez mentek, és kérték őt ezt mondva, Uram, látni akarjuk a Jézust. Ment Filep, és szólt Andrásnak, és viszont András és Filep szólt Jézusnak. Jézus pedig felelte nekik ezt mondva, eljött az óra,
hogy megdicsőítessék az embernek fia. Ezek az Isten igaz beszédei. Az ég és a föld és a mi földi életünk elmúlnak, de az ő beszédei soha el nem múlnak. A gyülekezet foglal helyét. Kedves gyülekezet, nagyon szép októberi vasárnapra ébredhettünk, hiszen süt a nap, és nem kell a hőségtől küszködnünk. És azon gondolkodtam, hogy 500 évvel ezelőtt hogyan indulhatott az október, akkor már sok-sok száz esztendeje előreformáló mozgalmak mind-mind azért kiáltottak, hogy valahol az egyháznak meg kellene, hogy újuljon. Talán tegnap többen láttátok, hallottatok róla Kolozsváron, reformáció 500. évfordulójának erdélyi főrendezvénye volt, nagyon sokan részt vettek ezen az alkalmon, és úgy bennem van, hogy a mi gyülekezetünkben ebben a városban, ahol Isten helyezett bennünket, nekünk ez mit is jelenthet. És olyan gyönyörű szépen fogalmazza meg néhány igazságkereső görög ember, akik odaszaladnak Fülöphöz, Uram, látni akarjuk a Jézust. Ez a reformáció üzenete. Hogy már elegünk van sok minden elméletből, okoskodásból, egyházi magyarázkodásból, hogyha lehet az ember személyes kapcsolatban Istennel, akkor én ezt szeretném megtapasztalni. Két héttel ezelőtt Tímea a vakon született ember meggyógyításáról prédikált, ahol a tanítványok többek akartak lenni, mint amire Isten hívja őket, és próbáltak okoskodni egy születése óta látását nélkülöző embernek a nyomorúsága felett. Ahelyett, hogy segítettek volna, azt kérdezték, ki vétkezett ezé vagy ennek szülei. És Jézus elmondta, hogy ne azt találgassátok, hanem higgyétek el, hogy Isten munkája rajta keresztül is megdicsőíti magát. Aztán a múlt héten arról hallottunk Lázár feltámasztásának történetének a betegség szakaszában, hogy Jézushoz közel álló testvérek Jézusban bízva üzennek, hogy gyere, mert Lázár, akit szeretsz, beteg. És elmondtam nektek, hogy igen, aki Istenhez ragaszkodik, az is lehet beteg. Annak az életében is lehetnek nyomorúságok. És aztán, ha tovább olvastuk ezt a történetet a hét elején, akkor láttuk, hogy mire Jézus odaér, Lázár meghal. És úgy tűnik a lánytestvéreknek, hogy hiába Jézussal való barátság, az ő segítsége nem jelentett semmit. És aztán az összetörtségükben egyszer csak azt tapasztalják, hogy a már több napos halott testvérük feltámad. Jézus is együtt sír velük, és ennek olyan híre lett, hogy mire az Úr Jézus a világvasárnap bevonul Jeruzsálembe, akkor királyként köszöntik őt. Ennek a történetnek, amit most felolvastam, a világvasárnap sokszor mellőzött üzenetének, az akkori pogányságot képviselő görögöknek, vágyakozó kérdésének ez a történeti háttere. Lázár feltámasztásának a híre. Az ókori világ nagy utazói voltak a görögök, tanulmányainkból is sok filozófussal tanulhattunk, most hagyd ne soroljam őket. És azt is tudjuk, hogy az igazságot keresték. És talán így mennek oda pogányként a zsidó Páska ünnepére, ahol az egyiptomi szabadulásra emlékeztek, majdnem 400 évig volt a zsidóság Egyiptomban, kezdve valamilyen elkényeztetett politikai, különleges pozícióban is nagyon-nagyon hamar rabszolgaként találták magukat. Elszaporodtak és nagy nyomorúságba kerültek. És erre emlékeztek, hogy Isten ebből az évszázados tragédiából hogyan emelte ki őket. De hát aki nem tartozott közéjük, ők is elmentek, így olvastam a felolvasott szakasznak az elején, imádkozni. Mert még a pogány ember is imádkozik. Azért, mert valamit keresnek. És meg kellene tanulnunk, és talán ez nem elég erős bennünk, hogy az az ember is Krisztust keresi a világban, aki azt mondja, hogy ő nem vallásos. Mert a fiatal keresi a szerelmet, később a szeretetet, a megértést, a megbocsátást, a reménységet. És hogyha belegondolunk, amikor az emberek keresik ezeket a nélkülözhetetlen tapasztalatokat az életben, talán egy betegségben a gyógyulást, vagy mi lesz utána, sok kínálat közül választhatnak. És hihetetlen nagy csalódásuk lesz. Hányszor keresi valaki a szeretetet a másikban, és aztán kiderül, hogy a szeretetben deficitesek vagyunk. És hiába igyekszem, nem tudom még a hozzám legközelebb állót sem úgy szeretni, ahogy szeretném. Olyan szépen írja Ady Endre
egy versének a végén, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, s lennék valakié. És milyen különlegesen fogalmazza meg, reformáció 500. évfordulóján nem ártana, hogyha tudnánk, hogy mitől vagyunk reformátusok, a heidelbergi K.T. első kérdésfelelete, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak Jézus Krisztus tulajdona. Hogy micsoda hihetetlen íve van annak, hogy az ember elindul onnan, hogy szeretném, hogyha szeretnének, és megérkezik oda Istenhez, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak Jézus tulajdona. El tudunk-e idáig jutni? Mindenki keresi az életében a boldogságot, a reménységet, a békességet. És hol keressük ezt? Ezek a görög, pogány emberek, akiknek volt műveltségük, volt ismeretük, hallanak Jézusról, de ez kevés nekik, mert ők szeretnének vele találkozni. Én nem tudom, ma közöttünk, a mi családi asztalunknál, vagy talán itt a gyülekezetben, mi a beszédtéma? Miről hallanak az emberek a családodban, amikor te beszélsz? A szitkozódásról, a politikai állásfoglalásról, a pénzügyi nehézségedről, vagy hallanak-e Isten Krisztusban felkínált szabadításáról? Nem úgy, ahogyan a tanítványok okoskodtak, kivétkezetté ennek szülei, mert lehet úgy is beszélni Istenről, hogy az ember, aki ezt hallja, mindent szeretne, csak nem Istenhez közel kerülni. És ez nagy tragédiák, nagy szégyenünk, hogy lehet úgy Istenről beszélni, hogy a másik azt mondja, köszönöm, ebből nem kérek. Sajnos lehet. Ezek az istenkereső emberek, az igazság után kutakodó, művelt görögök, azt mondták, kevés, hogy hallottunk Jézusról, hogy Lázárt feltámasztotta. Látni akarjuk a Jézust, ezt mondják. Mert hallottak valamit róla, és ezzel nem elégedtek meg. Úgy elcsendesedtem ma, hogy amikor a reformáció hónapjába lépünk bele október 1-én, és ennek a hónapnak a végén az 500. évfordulóra emlékezünk talán még jobban, aközben mennyi minden eltorzult 500 év alatt. És az egyház hányszor feledkezett meg arról, hogy nekem is látnom kell Krisztust, nekem is vele kell élnem, mert nem tudom, hogy mi vár rám, és ki adna nekem reménységet, és kibe kapaszkodhatnék, kitől lenne nekem áldott jövendőm. Nem tudom, közöttünk miről hallanak. Én sokszor elszégyellem magam, amikor azt mondja, drága kedves gyerekem, apa, velem erről miért nem beszélgettél? Furcsa dolog, amikor az ember bizonytalan, vagy eltelnek az évek, vagy szalad a mókuskerék, és azt mondja a gyerek, hogy én is olyan kíváncsi lennék erre. És aztán talán már a következő lépésben azt mondja, eddig nem beszélgettél, akkor most már nem veled szeretnék erről beszélgetni. Hallanak ezek a görögök Jézusról, és oda mennek Filiphez, és azt mondják, Uram, látni akarjuk a Jézust. Mondom a nagy templomi gyülekezetünknek, azért is különleges igéje ez, az idősebbek tudják, a fiatalabbak is tanulják meg. Gyülekezetünk áldott emlékű lelkipásztora, Fonyad Dezső, nagy tiszteletű úr, emlékirataiból 10 esztendővel ezelőtt kiadásra került egy könyv. Mi a címe? Ez. Uram, látni akarjuk a Jézust. Amikor főorvos fiú édesapának az iratait összerendezi, akkor ez erősödött meg Fonyad László testvérünk szívében, hogy ez legyen a címe ennek a könyvnek. És úgy belegondoltam, hogy nekem mi erősödik meg a szívemben. Mert ebben benne van sok minden, benne van a vágyakozás is. Uram, látni akarjuk a Jézus, és benne van az is, hogy a körülöttünk levő embereknek is erre van szüksége. Mennyi minden emberi segítséget szeretnénk adni a másiknak, amire szükség van. De tudjátok, Krisztus láttatni, Isten szabadítását továbbadni, azt senki nem fogja helyettünk. Senki. Azt nem várhatjuk el senkitől. És az egyház mégis beletemetkezik ma annyi pótcselekvésbe. Mit látnak rajtunk, és mit hallanak közöttünk az emberek? A munkatársi közösségeinkben. Oda mennek Filiphez, és azt mondják, nekünk az kevés, amit hallunk. Olvasunk egy drága kedves tanítványról, hozzám különösképpen is közel áll, nem néz kitalálni miért.
Aki, amikor Jézus feltámadása utáni első megjelenésekor nincs jelen, akkor azt mondja az eufóriában élő tanítványoknak, ha én nem érinthetem meg Krisztus sebeit, és nem teltem be az oldalába, amit dárdával átdöftek, az ujjamat, akkor nem hiszem, amit mondtok. És nem hitetlen Tamás, hanem szeretné megtapasztalni, hogy amit mondanak a többiek, az igaz. És aztán, amikor 8 nap múlva Krisztus megint megjelenik, akkor csak ennyit mond. Tamás, ne légy hitetlen, hanem hívő. Az ember sokszor a látásában reménykedik, és látóként is vak lesz. Ma mondhatná bárki erre az igére, hogy hát megint a papok süketelnek ilyen dolgot, hát nincs itt Krisztus. Nincsen, visszament a mennybe. Ez nem a racionalizmus, nem a kételkedő embernek a hitetlensége, ez a tény. Isten ma már nincsen testben közöttünk jelen. És mégis nagyon-nagyon fontos, amiről itt az ige tanít bennünket. Uram, látni akarjuk a Jézust. Korának nagy, új gazdag embere volt Zákeus, akinek nagyon jó ment a vállalkozás, aki a legdrágább holmikat megvehette. És amikor Jézus átment Jerikón, akkor mit csinált Zákeus, mert kicsi termete volt? Mert szerette volna látni. Felmászott egy eperfüge fára. Nem mondom azt, hogy mit, inkább így mondom, bohócot csinálva magából. A fővámszedő fölmászik egy fára. Most gondoljátok azt el, mondjuk a városban egy komoly pozícióban levő valakire, mindenkire rábízom a fantáziára, hogy kicsit késve jön, gondolta, hogy ő az előkelőség, előre ültetik, nem kap helyet, és fölmászik egy fára. Hát ez elég mókás lenne, nem? Zákeus fölmászott egy eperfüge fára. Mert látni akarta Jézus, mert arra ment el, és kíváncsi volt rá. Ma nagyon sokszor az ember, amikor nincs tapasztalat, akkor közömbössé válik. A közöny a legnagyobb tragédiája a mai embernek, amikor már a hitemben sem érdekel semmi. El vagyok keseredve, reménytelen vagyok, de engem hagyjon békén mindenki. És az ördög nagyon sok mindent kínál a mai ember számára. Nagyon sok Isten által megítélt lelki ördögi hazugságot. Látni akarjuk a Jézust, mert kevés hallani róla. Én nem tudom, ti hol tartotok lelkileg. És nem tudom, hogy végre a sarkatokra mertek-e állni és azt mondani, talán évek óta, vagy évtizedek óta. Annyi mindent hallottam már. De én szeretném megtapasztalni, hogy ha valóban igaz, hogy Jézus él, hogy az mit jelent. Én látni szeretném őt lelki szemeimmel, és meg akarom élni, hogy tényleg megszabadít a megkötözöttségeimből, és kiemel a reménytelenségeimből, és amiben én már megőrülök, és már az orvos se tud segíteni, és nincs az a gyógyszer, hogy mégis van tovább, és van reménység. Sokszor, és talán lelkipásztorként nekünk nagyobb felelősségünk van ebben, úgy beleszendergünk az elméleti kereszténységbe. Olyan őszinte dolog ez. Mi már látni akarjuk Jézust. Szeretnénk már megtapasztalni. És már nem hallgatni akarunk róla valamit, talán igaz, talán nem, hiszen nagyon sokan így hallgatják az ige hirdetést, és mondják, hogy már másképp kéne a papoknak prédikálni, hát 500 év alatt még mindig ugyanott tartanak? Igen. Mert abban van nekünk az életünknek a megoldása, hogyha személyes találkozásunk van Krisztussal. Mert amikor ők ezt mondják, hogy látni akarjuk a Jézust, ezt így is mondhatnánk, én szeretnék vele személyesen találkozni. Különleges dolog az, amikor az ember személyesen átél Isten jelenlétét. És a szemeinkkel semmit nem látunk, és az egész valónkban azt mondjuk, mégis itt van. És megérintett, és teljesen megváltoztatott. Én 6 éves koromtól, szüleim válásától, 17 éves koromig egy rendkívül gátlásos fiatalember voltam. Most is vannak ennek nyomai. Hát ismertek, nem akarok én más mutatni. És amikor egy nyáron megtapasztaltam azt, hogy Krisztus tényleg él, és én elmondtam neki, hogy Uram, rendelkezz velem, akkor egyszer csak minden megváltozott. Akit a családban gyűlöltem, és állandóan feszültségben voltunk, egyszer csak tudtam szeretni. És azok a terheim egyszer csak
felpattanó zárként feloldódtak, és minden más lett. És sokan vagyunk itt ebben a gyülekezetben, akik hasonló történeteket elmondhatnátok. Hogy volt ilyen személyes találkozásom Krisztussal. És akkor tudtam, hogy én nem szeretnék másként feleséget se találni, csak úgy, hogy Isten mutassa meg. És az én udvarlásom az úgy kezdődött Tímának, nem a kezét fogtam meg először, bár vágytam rá, hogy Tímea, imádkozzunk a mi kapcsolatunkért, hogy Isten mit akar velünk. És így lettünk lelkipásztorok, és így kerültünk ide is. És így kerültünk egy 300 fős abói faluba, ahova azt mondták a legtöbben, bolondok vagytok, ha oda mentek. És életünk nagyon szép időszakát éltük. Mert ebben a személyes találkozásban egyszer csak az autópályán felkapcsolják a lámpákat, és az ember tapasztal, hogy Isten vezet lépésről lépésre. És rá lehet bízni mindent, a nehézségeket és a küzdelmeket, és nem kell kétségbe esni. Sokszor sötét van az életben, és még nem látjuk Jézust. Az elmúlt hetek egyik nehéz időszakában, most az életünkben van néhány küzdelem, Tímea olyan örömmel hozta ezt az igét, hogy még sötét volt, és még Jézus nem volt ott. Van ilyen? Amikor még bizonytalanság van, még elkeseredés, de tudjuk, hogy a személyes közösségünk Krisztussal az nem egy déli báb, hanem az egy tapasztalat. És nem kell elkeseredni, és nem kell összeroskadni. Uram, látni akarjuk a Jézust. Mondják, személyesen szeretnénk vele találkozni. Én hagyd bátorítsalak benneteket, hogy ne elégedjetek meg abban, hogy hallotok valamit róla. Mondjátok el egy imádságban. Egészség. És milyen nagy dolog az, hogy az ember sokszor, amikor elakad, és milyen nagy baj, nem meri ezt megkérdezni, azt mondja, de ezt hogyan kell tenni? Mit csinálnak ezek a görögök? Oda mennek Filiphez, Filip pedig oda megy Andráshoz, mert ő se tudja, mit kell csinálni, de oda mertek menni valakihez. Tudjátok, a keresztény ember feladata másokat Krisztushoz vezetni. Drága dolog, amikor azt mondja a családban a gyerek, apa, én még nem tértem meg. Furcsa családi tapasztalatunk volt, talán többen hallottatok róla. A világ nem normális, mindig voltak ilyen hírek. A múlt héten volt szombaton világvége, észre se vettük, ugye olyan nagy világvége volt. És hazajött a kisebbik gyerekünk az iskolából pénteken, mondta, ma meg holnap lesz világvége, apa. Hát a nagyobbik gyerekünk az kellőképpen érzékeny erre a dologra, ő még gondolom utána is olvasott az interneten. Nagyon sok keresztény lelkipásztor is erről tanított. És láttam, hogy szorongó volt egész nap, mert ő féltettől a dologtól. És aztán vasárnap este azt mondja, apa, hát nem volt tegnap világvége. És ebben a beszélgetésben mondtuk, hogy hát figyeljetek, hogyha az Úr Jézushoz tartozunk, ha megtértünk hozzá, elfogadtuk az ő szabadítását, akkor nem kell félni a világ végétől sem. És akkor mondja Barnabás, apa, de hát én még nem tértem meg, de olyan kis szeleburdi gyerek, majd Isten megérleli a szívében. És akkor a másik mondta, hogy hát én meg nem tudom, mert eddig azt mondtam, hogy igen, de ez egy komoly dolog. Én azt gondolom, hogy ti értek annyit, mint egy 12 éves gyerek. Hogy fölfogjátok, hogy egészen más hallani valamit Istenről, az ő munkájáról, és egészen más személyesen tapasztalni az ő valóságát. Mondjátok ki, álljatok a sarkatokra, és mondjátok, én látni akarom a Jézus, és az mit jelent? Olyan sokat gyötrődünk 15 éve, hogy megértitek, a keresztkérdések sorozat egy ilyen sorozat a gyülekezetben, ahol nagyon oldott légkörben egyszer csak sokan eljutnak odáig, hogy hát tényleg így van ez, hogy Isten él, és ő mindent tud rólam, és szeret, és elfogad. És olyan szép azt látnom, ahogyan kinyílnak a szívek. Mi nem tudjuk senkinek a szívét kinyitni. Nem tudjuk ezekkel a görögökkel mi lett. De tudjátok, nem is az a lényeg. Az a lényeg, ami az ő szívükben elindul, hogy szeretnék ezt a személyes találkozást. Ott hagytam abba, hogy a keresztény ember küldetése
Krisztus láttatni. És Filip ott él Jézus körül, a legszűkebb tanítványi körben, és szalad Andráshoz, mert kell valamilyen segítség. A legnagyobb dolog, hányszor mondjuk, hányszor csicsergik itt május első vasárnapján, kicsi lánykák vagy fiúcskák, az az édesanya legtöbbet tette ki gyermekét Jézushoz vezette. Megértjük ezt? Nem aki házat vett neki, nem aki autót, nem aki nagy vagyon gyűjt neki, aki Jézushoz vezette. Meg kell érteni, hogy nem mi vagyunk a lényeg. Nem kell azt a nimbuszt építeni, milyen jó apa vagyok, bezzeg én, hanem azt kéne megérteni, hogy tudod, a legtöbb, amit adhatok, hogy megismerd Krisztust. Mert egyszer én nem leszek. És bármit is ajándékozok neked, amikor te el leszel keseredve, és az életedben meg kell állni, az nem fog segíteni. Olyan nélkülözhetőnek tűnik ez pedig a legnélkülözhetetlenebb dolog az életben. Ehhez el kell engedni, hogy a saját magunk dicsősége növekedjen. Az a lényeg, hogy a másik Krisztushoz találjon. No de ma hogyan láthatja az ember Jézust? Úgy, hogyha az ő életem ura, akkor az én életemen keresztül a másik őt látja meg. Amikor már nem én vagyok a fontos, hanem a bennem lakozó Krisztus. Olyan gyönyörű szép történet, sokszor elmondok már közöttetek. Abban az időszakban volt Indiában Sundar Singh, misszionárius, keresztény misszionárius, amikor a keresztényeket üldözték. Ma erről nem beszélünk ám. Magyarországról sokan mennek Törökországba nyaralni. Hallottátok a hétnek a hírét? Hogy a magának puccsot készítő, politikai leszámolására alapot teremtő török állami vezető a legnagyobb politikai riválisának az Amerikából való kiadatásával milyen üzletet nyitott? Hallottátok? Azt mondta, hogy ha az az ember, aki Amerikában menedékjogként él, ha azt kiadják, akkor az elfogott amerikai keresztény misszionárius lelkész kiengedik a börtönből. Nem valahol Észak-Koreában játszódik ez a történet. Törökországban. 14 évvel ezelőtt Törökországban élve fölboncoltak keresztény misszionáriusokat, akik keresztény könyveket terjesztettek Magdikán. Milyen hűségesen végzel itt a szolgálatot közöttünk, amit köszönünk szépen. És úgy belegondoltam, hogy nem is vesszük észre, itt a szomszédban lóbálja az ember török tengerparton lábát, abban az országban, igen. Olyan felszínessé válunk ma. Látják-e bennünk, hogy Krisztushoz tartozunk? Sundar Singh Indiában a lakosság több mint 90%-a a hindu valláshoz tartozik. Keresztény misszionárius volt. És amikor évekkel később egy kicsi gyerek, aki gyerekkorában úgy felnézett erre a keresztény misszionáriusra, és hallotta Jézusról mit mond, hallott egy másik keresztény misszionárius beszélni, akkor ő azt mondta, gyere én elvezetlek ahhoz, akiről te beszélsz. Az az ember Jézusról beszélt, de úgy emlékezett Sundar Singhre, hogy ő is Jézus volt. Nem azért, mert paranoiás volt, hanem mert ő neki az volt a lelkében a legmeghatározóbb lenyomat. Látják-e a bennünk élő Krisztust? Hogy nekünk nem a meggazdagodás, nem a siker, hanem a Jézushoz való tartozása fontos, mert tudom, hogy az édesanyámnak, a gyerekemnek, a barátomnak és az ellenségemnek is arra van szükség, hogy őt megismerje. Láttatjuk-e ma Krisztust? 500 éve a reformációban ez indult el. A reformátori alapelveink legmeghatározóbbja, Solus Christus, egyedül Krisztus az, akiben mi Istent megismerhetjük. És mi történik? A protestáns egyházakra ráhúzzák a predestinációt, a kamatot, a önkormányzatiságot, sok mindent, ami egy szent dolog. Nagyon fontos dolgok ezek, de a lényeg el ne veszítődjék. Láttatjuk-e így Krisztust? Én nem tudom, hogy hogy mentek ma haza az Isten tiszteletről.
de azt tudom, hogy meg kell állni majd valakinek a koporsója mellett. És miben kapaszkodva lesz nekünk reménységünk? És az ember hogy fogja megélni a küzdelmeit? És ennek a fogyasztói társadalomnak minden idiotizmusával szemben össze tudunk fogni egy keresztény közösségben, egy ekkora városban, hogy nem kell nekünk mindig sodródnunk. Látni akarjuk a Jézus, de nincs közöttünk testben. Ha az én életem átélhette a vele való személyes találkozást, akkor ezt tovább kell élnem a másik felé. Hogy ez nem elmélet, nem valamilyen túl magyarázott dolog, hanem hihetetlen tapasztalat, hogy Jézus él. A világnak ma is Krisztus kell, csak az a világ ezt nem tudja. Mert keres gazdagságot, ami elvehető, ami elveszíthető, és azt a gazdagságot, amit Isten készít Krisztusban, az senki nem veheti el. Tudjátok, hogy az egyház történelme alatt a keresztény üldözéseknek nagyon sok oka abból fakadt, hogy fölidegesítette az istentelen világot, hogy te még akkor sem tagadod meg Krisztust, amikor az életeddel fenyegetünk. Nem. Mert tudták, ha meghalunk, akkor előbb jutunk a mennybe. És nem volt kétségbeesés. Tegnap este megnéztünk egy filmet, kevesen voltunk a gyülekezetben, biztos mindenkinek fontosabb dolog volt az X-faktor. 1999-ben, Columbine-ban az első amerikai iskolai lövöldözés történetét dolgozza föl. Egy keresztény fiatal lánynak a naplója nyomán készült ez a film. Nincs leszinkronizálva, mert arra nem költ a filmipar, hogy ilyen filmet a moziba vetítsenek. És megrendítő, hogy ez a lány, mielőtt lelőtték, ez a film utolsó pillanataiban játszódik, kérdezi a diáktárs, hogy még most is hiszel a te istenedben? És a fejéhez szorítja a fegyvert, és az a lány csak ennyit mond, te tudod, hogy hiszek. És lelövi. De hát sok ezer kilométerre én most erről a lányról beszélek. És sok ember él még 70 évig, és senki nem fog róla beszélni. És nagyon sok kortársának megváltoztatta az életét. Mert tudta, hogy nem kell szégyelni a hitét, és ha az utcán alvó idősebb fiúnak kell beszélgetni, és segíteni, akkor rajtuk kell segíteni. És el kell mondani azt, hogy Isten megtapasztalható valóság. Nem tudom, hogy mi vár ránk a világban. Azt mondta Kozma Zsolt professzor úr tegnap az ige hirdetésében. Egy nyugdíjas, idős, homiletika professzor a kolozsvári teológián. Úgy kell megújulni a hitünkben, hogy megmaradjunk. Mi hála Istennek ennyien itt vagyunk ebben a templomban. Egy 20 000-es városban. És nagyon sokan nincsenek ma sehol. És nagyon sokan keresik Jézust, csak ők másképp fogalmazzák. Megéljük-e azt, hogy neked Krisztusra van szükséged, és hidd el, és az én életemben, amit ő okozott, az a legnagyobb lehetőség, és ez a tiéd is lehet. Hát jegyezzétek meg ezt a mondatot, és lássátok Jézust, és láttassátok, és aki velünk kapcsolatba kerül, az akarjon Krisztushoz tartozó életet élni. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Drága Úr Jézus, látod azt, hogy olyan sokszor a láthatókat, a megtapinthatóakat, az érzékszerveinkkel felfoghatókat tartjuk fontosnak. És közben valahol tudjuk, hogy van lélek is, és a veled való közösség lelki kapcsolat. Köszönjük, akikkel már átélhettük a veled való személyes találkozás különleges csodáját. És bocsáss meg, hogy sokszor nem tudtunk úgy élni, hogy akik bennünket látnak, akarjanak hozzánk tartozni. Hanem beszéltünk, okoskodtunk, de közben az életünk nem volt hiteles. Kérünk, hogy tisztíts meg ebben bennünket. És Urunk, te látod azt a sok-sok mai görögöt, akik keresnek valamit, boldogságot, reménységet, békét, gazdagságot, és annyi csalódás éri őket, hogy érítsd meg az ő szívüket, hogy megértsék, hogy igazából téged keresnek. Urunk, annyi minden van körülöttünk. Látod a betegeket, a gyászolókat, a házassági válságot élőket. Látod, hogy mennyi minden rátör az emberre egyik pillanatról a másikra.
Köszönjük, hogy te látsz bennünket, és tudod, hogy mi van velünk, és nem vagy érzéketlen, és segíteni akarsz. Urunk, hagyd mondjuk ki, Urunk, siess minket megsegíteni. Uram, imádkozunk azokért, a sokakért, akik közömbösek a mai világban, akik csalódtak, akik nem törődnek már saját magukkal sem, adj nekik felelősséget. És köszönjük azt, hogy azt láthatjuk, hogy évszázadokon, évezredeken keresztül mindig gondod volt a tieidre. Hagy merítsünk ebből erőt, amikor nehéz, amikor beárnyékolódik az élet, hogy nem hagysz minket magunkra. Így kérünk a hétköznapi küzdelmeinkért, hogy ne engedd, hogy vasárnapi keresztények legyünk, hanem hagyj éljük meg a hétköznapok forgatagában mindazt, amit az életünkben el akarsz végezni. Így tesszük kezedbe a mi jövendőnket, és kérünk, hogy gondoskodó atyai szereteteddel hordoz bennünket. Urunk, hagyj imádkozzunk ezért a városért, ahol hisszük, hogy te állítottál bennünket. Kérünk, hogy hagyj lehessünk hegyen épült várossá, hogy a gyülekezetből, ami történik, az hagyj áradhasson túl ezen a templomon, és hagyj juthasson el sokféle nehéz helyzetbe levő emberhez. Kérünk azért a családért, aki az otthonokat veszítették el ezekben a napokban. Kérünk, hogy segíts meg őket. És kérünk, Urunk, azokért, akiknek felkészületlenül kellett hallani, hogy valaki, akit szerettek, meghalt. Állj melléjük is. És kérünk, Urunk, a mi nemzetünkért, ahol az emberek már nem rád kíváncsiak. Kérünk, ne engedd meg, hogy nagy mélység és nyomorúság legyen, amin keresztül újból észhez térünk. Kérlek, hogy te nyisd meg a szíveket. Ámen. Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatod könyörgésünk szavát. Az Úr Jézustól tanult imádsággal jövünk eléd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Érezzétek és lássátok meg, hogy jóságos az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Ámen. Áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Áldás békesség.